Sziasztok, itt Gaba VR, és ezúttal megmutatom, hogyan illeszünk össze egy tükörreflexes kamerával készített 360 fokos panoráma fotót. Az előző epizódban kicsit beleshettetek az e-bike shopos virtuális túrafotózásom kulisszái mögé. Hogyha érdekel benneteket, hogyan készültek el a nyers fotók, és hogyan kezdtem bele az utómunkába, majd nézzétek meg a jobb felső sarokban lévő videóban. De most haladjunk is tovább! Szeretném is megmutatni nektek, hogyan illeszthetjük össze kvázi manuálisan a panoráma fotó egyes képeit. Viszont maga a program, amivel évek óta dolgozom, sajnos már nem kapható. Szóval nem kifejezetten ennek a szoftvernek a használatára szeretnék most fókuszálni, hanem sokkal inkább azokra a lépésekre, amik minden hasonló témájú programban nagyjából ugyanígy működnek. Úgyhogy ezzel egy jó rálátást kaptok majd arra, hogy egyáltalán hogyan kell végigmenni ezen a folyamaton, lényegében legyen szó bármilyen szoftverről, amit használtok. Már vagy 5 éve foglalkozom 360 fokos fotózással és filmezéssel, és annak idején a Color nevű programmal kezdtem el dolgozni. A Color AVP például tökéletes volt GoPro riges panoráma videók összeillesztésére, de később a Kodak rigemmel is használtam. Sőt, volt, hogy sérült Insta 360-as videófájlokat is szerkesztettem benne manuálisan, mert csak így tudtam megmenteni a hibás felvételeket. Szóval még mind a mai napig egy nagyon hasznos videóillesztő szoftverről van szó, ám térjünk is vissza a 360 fokos fotókhoz, és azon belül is a virtuális túrákhoz. A Color AVP testvérprogramját, az Autopano Giga szoftvert használom a DSLR fotóim összeillesztéséhez. Ezúttal 10 képet készítettem, amiket be is tallózok, és a program felismeri, hogy egy fotósorozatról van szó. Kijelölöm mindet, és megadom a fotózáshoz használt objektív paramétereit. Mivel Lightroom-ban szerkesztettem, minden más metaadatot már tartalmaznak a képek. Csak mivel manuális objektívet használtam, ez az egy infó még hiányzik. Úgyhogy most külön megadom neki, hogy egy 8 mm-es objektív volt. És ki is számolja nekem, hogy ez full frame-en kb. 12 mm-nek felel meg. Aztán átállítom az objektív típusát halszemre. Majd megnyomom a Detect gombot, és az összeillesztett panoráma meg is jelenik a túloldalon. Az Edit gombra kattintva pedig megnyitom a szerkesztőablakot, benne számos lehetőséggel. Először is szükség esetén kicsit finomítok a horizont vonalán, és meg tudom adni a panoráma középpontját is. Ebben a segédvonalak sokat segítenek. Ahogy látjátok, az illesztési minőség kiváló, ami azt jelenti, hogy sikerült parallaxis torzítás nélkül fotóznom, és elég nagy átfedés van a képek között ahhoz, hogy a program magától is szépen összerakjon mindent. De hogyha lenne bármilyen illesztési probléma, a Control Point Editorban tudnék segíteni rajta. Itt meg tudom nézni a képek közös pontjait, és hogyha kell, itt módosítani is tudom őket. Illetve egy gombnyomással optimalizálhatom is az illesztéseket. Ezen kívül meg tudom nézni azt is, hogy hol van az egyes képek képhatára a panorámán belül, és különböző markerek segítségével finomíthatom az illesztést. Például, ha nem szeretném, hogy az illesztési vonal itt a biciklik fölött fusson, meg tudom jelölni, hogy ez az egy kép fedje le a teljes területet. De persze körbe tudok menni az egész képen, és bárhova tehetek még ilyen markereket. Aztán ki is renderelem a panorámát teljes méretben. Ha ez megvan, jöhet is a végső retusálás. Azáltal, hogy már egyben van a teljes panoráma fotóm, jobban meg tudom nézni, és ki tudom szúrni a zavaró részeket. És persze lassan ideje, hogy hozzáadjam a 360 fokos metaadatokat is a képhez, hogy adott esetben mondjuk Facebookra is fel tudjam tölteni. Egy máskor jól bevált módszer lehet az állvány eltüntetésére, hogy a Photoshopban a polár koordináták effektet használva átalakítjuk a 360 fokos nézetet, és így tüntetjük el a problémás dolgokat. De míg ez a módszer mondjuk füves területeken, vagy egy betonon jól működik, az enyhe halszemtorzítás miatt beltéren, a mintás felületeken, csempés vagy parkettás képeken közel sem olyan egyszerű. Mivel ilyenkor a padló vonalai nem egyenesen párhuzamosan futnak, hanem ívesen, sokkal bonyolultabb ezekkel a mintákkal dolgozni. Azonban a legutóbbi Photoshop verzióban már van 360 fokos szerkesztési mód. Úgyhogy a virtuális sétáim fotóit mindig ebben a 3D-s módban retusálom, egy virtuális panorámát hozva létre a kiterített képből. Ehhez először rákattintok a 3D gombra, majd a Spherical Panorama menüpontra, és létrehozok egy új panorámát a kijelölt képből. Ahogy látjátok, itt már is egy sima torzításmentes padlónk van, amin sokkal könnyebben dolgozhatunk, akár egy klónozó ecsettel, hiszen sok helyről vehetünk mintákat a javításhoz. De természetesen szinte bármit kiretusálhatunk ezzel a módszerrel. Például a véletlenül képben maradt embereket, vagy a nem odavaló tárgyakat is.
Majd végül íme a legfontosabb lépés. Ugyanis ahelyett, hogy a szokásos módon mentenénk el a képet, ismét belépünk a 3D menübe és kiexportáljuk a kész panorámát. Így egy lapos 360-as képet kapunk, de ebbe a Photoshop már beillesztette az összes olyan metaadatot, ami ahhoz kell, hogy mondjuk a Facebook is felismerje, hogy egy 360 fokos képről van szó. Ebben a pár tükörreflexes kamerás panorámafotós epizódban szerettem volna megmutatni, hogy mennyire könnyű, vagy éppen mennyire nehéz a 360 fokos képek elkészítése. És hogyha esetleg már fotózgattatok is valamilyen 360-as kamerával, most összetudjátok hasonlítani a két folyamatot. Illetve akár meg is nézhetitek az erről szóló összehasonlító videómat a jobb felső sarokban. Mit gondoltok, szerintetek megéri a plusz munkát az így kapott magasabb minőség? Írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. És hogyha tetszett ez a kis rövid videó, nyomjatok egy lájkot, és további 360 fokos tartalmakért és oktatóanyagokért iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb!